Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Ahogy a címből is, illetve a leírásból is sejtitek, hogy ez nem egy technikai beszélgetés lesz, hanem egy kérés. Csináltam egy nem túl hosszú és nagyon egyszerű kérdőívet, és azt szeretném, hogyha ti is, illetve a blogom olvasói is ezt kitöltenétek. Miért? Mert véleményem szerint az, hogy én kitalálok egy-egy dolgot, az nagyon jó dolog, de érdekel az is, hogy nektek mi lenne a hasznos. Nektek, neked. Azaz nem arra vagyok kíváncsi általánosságba, hogy szerintetek milyen videót kéne csinálni, és mi lenne jó mindenkinek, hanem személy szerint neked, aki nézi ezt a videót, vagy olvassa a cikkeimet, annak mi lenne az ideális, mivel szeretne fejlődni, mi az a szint, amit ő elképzel, mi az az irány, amit ő elképzel. Ez azért került elő, mert észrevettem, hiszen számolja a YouTube, 100 darab videóm már fent van, és több mint 200 cikket írtam. És ezért kérek mindenkit, akinek érdeke az, hogy ez a csatorna olyan irányba forduljon el, vagy ez a blog olyan irányba forduljon el, ami számára hasznos, hát mondjon véleményt. Hallassuk a hangunkat, én figyelembe fogom venni a véleményeket, azaz, hogyha mindenki azt mondja, hogy A, B és C verzió közül ő az A-t szeretné, és ez nagy többségben, akkor azt az irányt próbálom előtérbe helyezni. Itt fontos az előtérbe helyezés, azaz nyilvánvalóan, ha mindenki azt mondja, hogy A legyen, az nem jelenti azt, hogy mindig és folyamatosan az A témát fogjuk feldolgozni, hanem hát inkább a súlyozás kerül előtérbe. Mondj véleményt! Az a kérdés, megint megismétlem, hogy neked, mint olvasomnak vagy nézőmnek mi lenne a jó irány? Tehát nem egy általános elgondolásokat szeretnék itt összeszedegetni, hanem az, hogy konkrétan te mit gondolsz. Így bizony, hallasd a hangodat. És ami kérdés volt, sok kevésbé népszerű téma is volt, ami se lájkot, sem pedig nézettséget, sem olvasottságot nem ad. Engem nem érdekel. Megmondom őszintén, ha 50-en nézitek meg az X-monádos videómat, vagy 100-an, az nekem pontosan ugyanolyan jó, mint hogyha 3000-en nézitek meg, mondjuk a médiaklikkes videómat. Ez konkrét szám, tehát ezek konkrét számok. Nekem az a lényeg, hogy az, amit én elmondok, amit én előadok, vagy leírok, az hasznosuljon azoknak, akit érdekel. Nyilvánvalóan lehetne lájkvadász dolgokat csinálni, meg olyan cikkeket írni, amiből van 10 000 darab az interneten, és mindig nagyon érdekes. Nem. Nekem az a lényeg, hogy olyan cikkeket írjak, ami nekem érdekes, tehát engem foglalkoztat, eszembe jut, megpróbáltam, kipróbáltam és elmondom, inkább 10-20-30 ember hasznosítsa azt, amit én leírtam mondjuk az X-monád egy speciális beállításáról, mint hogy legyen 500 olvasó, aztán senki semmit nem csinál, csak elolvassa aztán annyi. Tehát próbálkozzunk meg azzal, hogy a saját véleményeteket leírjátok, mi lenne a jó, és én azért azt figyelembe fogom venni, de engem a lájkok meg egyéb ilyen dolgok nem fognak érdekelni, természetesen jól lesik, hogyha egy videót lájkoltok, meg egy kicsit elgondolkodok azon, hogyha valaki negatív dislike-ot tesz, de hát maradjunk annyiba, igazából a csatorna fő irányát mi fogjuk megszabni, az, hogy valakinek tetszik vagy nem tetszik a csatorna, az a saját dolga. Ha nézi, nézi, olvassa, olvassa, ha nem tetszik neki, tele találja hibával, meg unalmasnak tartja, meg hát nem tetszik neki, akkor nem olvassa. Nekem, valljuk be, teljesen mindegy. Én azoknak csinálom a videót, és azoknak írom a cikkeket, természetesen, akit ez a téma érdekel. Nyilvánvalóan egy Windowsos, vagy egy egészen más elgondolással élő ember, akinek ez alacsony szintű, vagy túl magas, vagy érdektelen, azoknak nem szól ez a csatorna. Legyünk őszinték, igazából ezért is készült ez a kérdőív, ami megmutatja számomra, hogy számotokra mi lenne a jó irány, és ezt figyelembe is fogom venni, ezt megígérhetem. Oké, a blogba, illetve a videó alatt ott lent meg fogjátok találni a kérdőívnek a linkjét, és bizony fussunk át rajta, hogy én mit gondolok
azokról a kérdésekről, amiket én feltettem, mi a szándékom vele, mi legyen a Magyar Linux videók és a magyarlinux.hu weboldalon a fő téma iránya, fő, azaz lesz más is természetesen, mi érdekel téged, mi az, amit hasznosítani tudnál, milyen ismeretekre lenne szükséged, azaz neked, nem nagy általánosságban. Nyilvánvalóan mindenről legyen szó, és mindenkinek szóljon, olyan nincs. Azt hiszem egyértelmű. Ami nagyon fontos, én semmilyen adataidat nem kértem be, se életkorodat, se a nemedet, se a mailcímedet. Miért? Mert ez aztán nem érdekel. Ha te 12 éves kisgyerek vagy, bocsánat, fiatal ember vagy, vagy 75 éves, konkrétan tudom, hogy van ilyen is, még idősebb olvasom is, hallgatom is, az teljesen mindegy, nektek szól ez, nemtől, akármilyen egyéb jellemzőtől, e-mail címtől, tartózkodási helytől, vagy egyébtől, teljesen független, annak szól, akit érdekel a téma. Pontosan ezért is kapcsoltam ki a nemre, országra, egyébre való kérdést. Fölösleges, nem érdekel. Az első kérdés az természetesen az, hogy elsősorban mi lenne számodra a legfontosabb? Parancsoros, termináloros témákat dolgozzunk fel. Ez vonatkozik a blogra is, videóra is, mert mind a kettőben volt olyan, hogy egy parancsoros, termináloros dolgot mutatok be. Nyilvánvalóan itt elég nagy a merítés, mert egy egyszerű CP-kat vagy egyéb parancs bemutatásán kívül sok-sok olyan dolgot be lehet mutatni videóba, cikkbe, ami parancsoros és nem grafikus. Tehát azt szeretném felmérni, hogy valóban van-e érdeklődés, és van. A videó nézettségét pontosan látom, van szükség arra, és érdeklődés is van arra, hogy terminálos dolgokról is beszéljünk, mert sokan megnéztétek. És többen megnéztetek egy terminálos videót, mint például egy KDN Live-os, egyszerű, egy témát feldolgozó videót, azaz ennek van realitása, de hát nyilvánvalóan ti fogjátok a fő irányt eldönteni. A másik, ami ennek éppen az ellenkezője, ha úgy gondolod, hogy inkább grafikus programokról, felhasználói grafikus programokról legyen szó, akkor nyilvánvalóan azt helyezem előtérbe és háttérbe kerülnek a parancsoros megoldások. Hiszen a Linuxnak az a nagy előnye, hogyha én grafikusan akarok valamit megoldani grafikus felületen, akkor megtalálom a hozzávaló programot, ha parancsorba akarom megoldani, nyilvánvalóan ugyanolyan gyorsan meg fogom találni a ahhoz való parancsot, és be tudom mutatni. A másik, amit igazából fontosnak tartok, hogy különféle ablakkezelőkről legyen inkább szó. Tehát érdekel-e benneteket az, hogy például az Xmonadot bemutattam, az egy ablakkezelő. Tehát erre nagyon figyeljünk, hogyha az a kívánság, és tetszik nektek az az irány, az, amit a Magyar Árcs követ, hogy egyszerűbb, puritánabb, de nagyon jól használható, funkcionális és igencsak jó ablakkezelőket bemutogassak, akkor azokat fogom előtérbe helyezni. Nyilvánvalóan, aki KDE-t használ, vagy GNOME-ot, annak csak érdekesség lesz, de ha azt mondjátok, hogy bizony az ablakkezelőkre van igény, akkor természetesen őnekik is lesznek olyan videók, akik KDE-t, GNOME-ot használ, amivel grafikus felületű programot mutatok be, de abból kevesebb. Tehát érdekel ez is engemet. Illetve nagyon-nagyon érdekel az, hogy disztribúciók telepítése és rövid bemutatása mennyire lenne érdekes. Azaz, volt már olyan, hogy a Magyar Árcsot feltettem, vagy bemutattam az Xmonados részét, és hogy ez így érdekes-e, vagy olyasmi, hogy tegyen föl, most mondok egy akármilyen példát, a Fedorát, telepítsük természetesen virtuális gépen, a GMU-val, természetesen, mert most azt nagyon megszerettem, akkor azt fogom előtérbe helyezni. Ezt mindig egy kicsit háttérbe szorítottam, az az igazság, mert az az elvem és az elgondolásom, hogy egy virtuális gépre való telepítés és ott való bemutatás az nem mutatja meg teljesen az adott disztribúciónak az alapjait, de alkalmas rá. Nem ideális, hiszen nem natívan a gépemet használja, azaz nem fogom tudni bemutatni azt, hogy például az én videókártyámat hogyan lehet beállítani,
mert annak is megvannak a trükkjei, egy emulátoros megoldással, hiszen ott nem natívan a hardware, hanem egy emulált környezetben látjátok, de ha úgy gondoljátok, hogy általam kiválasztott érdekesebb, kevésbé érdekes, elterjedtebb, esetleg kevésbé elterjedt, de használhatónak gondolt disztribúciót mutassak be, és a telepítésen menjek végig, és nézzük meg, hogyha felteszed, akkor natúrban mit kapsz, akkor arra is van lehetőség. A másik olyan irány, amit én el tudok képzelni, a videó és az audio vágásról szóló témák előtérbe helyezése, hiszen nagyon-nagyon örültem neki, hogy a KDN Live a videóvágó programokról, audiovágó programokról szóló videókat nagyon sokan megnéztétek, és hasznosítani is tudtátok, mert volt visszajelzés, hogy jé, ezt én nem tudtam. 3 éve használom a KDN Live-ot, de ezt én nem tudtam, hogy ezt így meg lehet oldani. Tehát, hogyha úgy gondoljátok, hogy egy picit erre helyezzem jobban a hangsúlyt, akkor ezt x-eljétek be. És ott van természetesen a szabad választási lehetőség, hogy egyéb nyugodtan írjátok le azt, hogy ja, hát persze, engem inkább a gimp érdekel, mondjuk abban biztos, hogy nem lesz videó, ma az én nem igazán értek, vagy egyéb dolgok, amik bennetek, illetve téged, pontosan téged jobban érdekel, nyugodtan írd le, egy kicsit macerásabb lesz számomra összeszedni ezeket a válaszokat és értékelni, de mindenképp arra kérek mindenkit, ha a fenti választási, egy választási lehetőség közül nincs meg, ami neked jó lenne, írd nyugodtan oda az egyéb. Ez azért hangsúlyoztam ki, hogy egy, mert természetesen annak nem tartom nagy értelmét, hogy bizony, hát jó lenne, hogyha minden lenne, lenne parancsos, grafikus és be tudnád x-elni, egyet tudsz kiválasztani, természetesen a legfontosabbat, a legfőbbet választ ki. A következő kérdés azt hiszem egyértelmű csak a videó nézőknek szól, természetesen azt szeretném felmérni, hogy számotokra mi a kényelmesebb. Egy rövidebb vagy hosszabb videók értelemszerűen, hogyha egy téma 1 órás, és ti azt mondjátok, hogy maximum 15 perces videókat kényelmesebb feldolgozni, akkor természetesen az 3-4 fele elosztom, és úgy maximum 15 percesek lesznek, és akkor több rész lesz. Nekem teljesen mindegy, hogy 100 vagy 200 videó lesz elkészítve, ha ugyanazokat a témákat dolgozom fel, tehát nem darabszámra van itt, nem verseny, hogy nálam 100 van, nálad 200 van, harmadiknak meg 500 darab videója van, mert 3 perces videókat csinál. Tehát lényeg az, hogy te hogyan gondolod, legyen rövidebb, és akkor végignézed és feldolgozod, vagy legyen hosszabb, mondjuk maximum 25 percesek, és akkor te azokat kényelmesebben fel tudod dolgozni. Nem kell megvárni a következő videónak az elkészítését, illetve természetesen a következő verzió az, hogy téged egyáltalán nem érdekel, hiszen a videókat le tudod tölteni, erre is van lehetőség természetesen, megfelelő programmal letöltöd, és a gépeden leállítod, ott, ahol éppen feldolgozandó, megteendő dolog van, és akkor teljesen mindegy, hogy 2x5 perc, vagy 120 perces egy videó, mert olyan sorrendben és olyan gyakorisággal nézegeted meg, ahogy éppen ráérsz. Tehát természetesen itt is megvan az egyéb vélemény kifejtése. Nyilvánvalóan itt is jó lenne, hogyha olyan véleményt adnál, hogy jó, ne legyen több, mint 5 perc. Jó, inkább 1 óránál hosszabb legyen, tehát itt is a témával kapcsolatos felvetéseket szeretném látni. A harmadik kérdésre megint az én, azaz te, hogy mit szeretnél jobban, írásos anyagot vagy videókat. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogyha írásos anyag kerülne előtérbe, vagy a videó kerülne előtérbe, hogy a másik megszűnik, hanem az, hogyha alternatív, tehát a téma írásba is jó, videóba is jó, akkor azt választom, azt a megoldást választom, amit ti előtérbe helyeztek. Nekem teljesen mindegy, hogyha egy programról csinálok egy videót, vagy ugyanazt leírom. Nyilván vannak olyan témák, amik írásba érdekesebbek, vagy videóba érdekesebbek, ahol sok kép kell, az inkább videós, ahol sok
parancsor van, beírogatni való van, hosszabb kódsorok vannak, nyilvánvalóan ott érdemesebb írásba közzétenni. Egyébként a következő vélemény, hogy téged igazából nem érdekel a dolog, olvasni is tudsz, írni is tudsz, videót is meg tudod nézni, tehát a számodra teljesen mindegy, akkor add le a szavazatod arra, hogy hát neked mindegy, mert ez is fontos, hogy tudjam, hogy hát igazából mindegy az embereknek, hogy hogyan kerül az információ, mind a kettőt dolgozzák fel, ahogy szeretik, egyéb. Írd le az egyéb véleményedet a témával kapcsolatban. És el is érkeztünk a kérdői végéhez. Ez a negyedik kérdés. Milyen szintű anyagok tetszenének neked? Nem az érdekel, ismétlem, hogy mi a véleményed arról, hogy másnak mi lenne jó, mi építené jobban a közösséget, vagy úgy általánosságban jó lenne, hogyha rengeteg alapozó anyag lenne. Nem. Az érdekel, hogy neked mi az érdekes, alapozó, minimális tudást igénylő alapdolgokról szeretnél olvasni, mert neked hiányoznak ezek, vagy most vagy kezdő, és olyanokat mondanak, hogy F-stab, meg egyéb, és akkor hát azt se tudod, hogy miről van szó. Akkor X-eld be, pipáld be az alapozó kezdő véleményt, és akkor azok kerülnek előtérbe. Kezdőknek szól, a kezdőknek szóló azt jelenti, hogy hát bizony te már feltelepítettél egy Linuxot, és azt örömmel használod, és szeretnél egy kicsit ezen túllépni. A középhaladó szint számomra azt jelenti, hogy hát bizony az X-monádot szeretnéd, vagy éppen egy komolyabb, mélyebb, haladóbb szintű dolgokat szeretnél. A harmadik, után jön a negyedik, a megszokott egyéb, hogyha ebben nem tudod bekategorizálni magadat, akkor érd le a véleményedet, hogy hát te olyat szeretnél, ami akármi, és azt is figyelembe fogom tudni venni. Hát ennyi, mindenkit kérek, hogy töltse ki a kérdőívet, azzal a tudattal, hogy ezzel befolyásolni tudja azt az irányt, amit felveszünk, természetesen, hogyha az lesz a vélemény, hogy kezdőknek szól, tehát aki már fölrakta a Linuxot és tudja már használni, de azért sok-sok hiányossága van, és haladni szeretne vele. Ez lesz a többség, az nem azt jelenti, hogy kezdőknek szóló, vagy komolyabb, mélyebb ismeretet elváró, mint az X-monád, videó vagy írás nem lesz, csak azt, hogy az a főcsapás, a többség a középszintű, mármint úgy értem kezdőknek való téma lesz, előtérbe helyezze, azaz nem lesz olyan, hogyha az a vélemény, hogy hát bizony csak a irány legyen, akkor csak az lesz, de az lesz előtérbe helyezve. Köszi szépen, sziasztok!